Ha egy magyar embernek azt mondják, hogy mondjon egy magyar királyt, akkor pár becsúszanó Szent István mellett biztos vagyok benne, hogy a legtöbben azonnal rá fogják vágni, hogy Mátyás király. Messze az egyik legismertebb és legnépszerűbb királyunkról van szó, köszönhetően annak is, hogy számtalan mese és monda kapcsolódik ugye a bölcs és igazságos Mátyás királyhoz. De mennyi igaz ezekből a mesékből és mondákból? Tényleg ilyen bölcs volt és igazságos? Tényleg áruhában járt a nép között és osztotta az igazságot? Hogyan élt Mátyás király, milyen uralkodó volt, milyen intézkedéseket hozott, és mennyi igaz ezekből a valóságban, ezekre a kérdésekre keresjük a választ a mai videóban. Rég volt már történelmi témájú videó a csatornán, mivel picit óckodok a történelmi témáktól olyan szempontból, hogy sokszor a különféle források egymásnak ellentmondóan értelmezik ugye a múltbéli valóságot, és emiatt nehéz igazságot is rendet tenni közöttük. Viszont nagyon szeretem a történelmet, nagyon izgalmasnak tartom, és brutálisan hasznosnak tartom a történelem tudását és értelmezését. Pont ezért hoztam egy ilyen videót nektek, hogy kicsit veletek is megszerettessem a történelmet. Úgyhogy ha nyitottak vagytok az ilyen jellegű témákra, szeretnétek még történelmi témájú videókat, akkor egy kommentben támogassatok kérlek a komment szekcióban, hogy lássam, hogy van igény az ilyen jellegű témákra. Írjátok le a komment szekcióba, hogy ti mit gondoltok a témáról, hogyan vélekedtek Mátyás királyról, mit gondoltatok eddig róla, mit gondoltatok a videó után róla, milyen meséket, mondákat, közmondásokat és egyebeket tudtok és ismertek Mátyás királyról, mire maradt meg a középiskolából, mi nem maradt meg, mindent írjatok le a komment szekcióba. Hölgyeim és uraim, ez itt a Tanulom Magam, én Atis vagyok, a mai videónk témája pedig, hogy tényleg igazságos volt-e Mátyás király? Mátyásról, az igazságosról számtalan mese is mond a szó, ki ne ismerné például az Egyszer volt Budán kutyavását, vagy a Mátyás és az anyókát, ahol annyi arany pengőt ad az anyókának, ahány zsírcsepp úszik ugye a levesen. Reméljük, hogy telítetlen és nem telített zsírok úsztak az nagytyúkos levesen, hogy nehogy a király egészségének a rovására menjen. Száznál is több mese szól arról, illetve külön Mátyás király rajzfilm sorozat is készült arról, ahogy Mátyás járja a vidéket és megbünteti az igazságtalanokat, megjutalmazza a jókat, védi a szegények érdekeit, rápirít a beképzelt emberekre, és így tovább. És egyfajta középkori áruhás szuperhősként, magyar bajszos pókemberként járja a vidéket és osztja az igazságot. De mennyi igaz mindezekből? Ahhoz, hogy megértsük Mátyás királyt és az ő személyét és jelenségét és a róla kialakult képet akár az őkorában, akár az utókorban, ahhoz tisztában kell lennünk Mátyás király hatalomra kerülésével, uralkodásával, belpolitikájával, külpolitikájával, gazdasági tevékenységeivel, hadi tevékenységeivel és így tovább, hogy így kapjunk egy teljes képet arról, hogy ki is volt ő valójában. Na ezeket fogom nektek röviden, velősen, tömören összefoglalni, azért, hogy ezzel képbe kerüljetek, mert van egy olyan sanda gyanúm, egy kis halovány sejtésem, hogy a középkori tanulmányok azok már picit elfoszladoztak, és nem igazán van meg a meséken kívül, hogy na ki is volt az a Mátyás király. Igazam van, vagy igazam van? Ha rám akarsz cáfolni és bebizonyítani, hogy már pedig te ott vagy a szerem még mindig, itt egy gyors kis teszt kérdés sor, amit akár magadnak, akár a komment szekcióban megválaszolhatsz. Mikor született Mátyás király? Mikor uralkodott? Akár az évszázad is jó nekem. Ki volt az apja és az anyja? Felesége volt-e? Mik voltak a legfontosabb bel- és külpolitikai intézkedései? Háborúzott-e valakivel és miért? Bármi egyéb fontos Mátyásról, amit elmondanál? Na ugye. Szegény Mátyásnak már a hatalomra kerülése is olyan keszekusza és kacifántos, hogy egy jó, igazi, velős magyar trónok harcát lehetne forgatni belőle. Mátyás uralkodása előtt két nagy hatalmi csoport, fogalmazunk így, volt az országban. Az egyik a Hunyadi párt, a másik pedig a Bárói liga. Miután meghalt Hunyadi János, aki egyébként ugye Mátyásnak az apja volt, Hunyadi László, Mátyásnak a bátyja, csapdába csalta a Bárói ligának a vezetőjét, Cillei Urlikot, ami miatt 5. László királyunk, aki egyébként a Bárói ligával volt inkább komasságban, mint a Hunyadiakkal, megígérte, hogy nem fog bosszút állni, de csak bosszút állt, kivégeztette Lászlót, elrabolta Mátyást és utazott vele Prágába, és túszként ott fogva tartotta. Igen ám, de 5. László hirtelen meghalt, erre Podjebrád György vette túszként magához Mátyást, és csak azzal a feltétellel engedte szabadon, hogyha feleségül veszi a lányát. Közben Szilágyi Mihály, ugye Mátyásnak a nagybátyja, itthon szervezkedett, hogy a Bárói ligával ki tudjanak békülni és szövetséget tudjanak alkotni, és így Mátyás király lehessen. Ennek viszont megint csak az volt a feltétele, több egyebek mellett, hogy a Bárói liga vezetőjének a lányát kellett volna feleségül vennie Mátyásnak. Szóval gyilkosságok, összeesküvések, elrablások, házasságok, titkos paktumok keverékeként végül is 1458-ban Mátyást ténylegesen királlyá koronázták.
és ez mind csak az első évadban van. Ha második évadra is kíváncsiak vagytok, az Atis kuponkódon most akciósan tudtok előfizetni. Ám a helyzet továbbra is problematikus volt több szempontból is, és ha Mátyás túl akarta élni az uralkodásának első időszakát, akkor igen sok mindent el kellett intézni. Először is a Szent Koronát az Bécsben őrizték, márpedig Szent Korona nélkül ekkoriban a középkorban hivatalosan nem lehetett valaki magyar király, legitim magyar uralkodó. A királyság nyugati szélét harmadik Frigyes német-római császár foglalta el, akinek magyar királyi ambíciói is voltak, és itthoni arisztokrata támogatói is, mint Szent Györgyi és Bazini gróf. Az északkeleti felvidéken Jiskra, hogy kell mondani, tesók? Huszita csapatai támadtak és fosztogatták az országot, míg délről a török előrenyomulása fenyegetett folyamatosan. Emellett össze kellett kovácsolni a hunyadi híveket, lekenyereznie a bárói ligát, semlegesíteni a potenciálisan veszélyes főurakat, nagyurakat, főnemeseket, megszilárdítani a hatalmát és elismertetni magát a nemzetközi politikai hadszíntéren. Mindezt 15 fucking évesen. Te meg 15 évesen ki vagy akadva, hogy készülni kell a matek dolgozatra, meg a pénteki buliból 11-re hazaérni, mert édesanyád olyan sallett lecsavar, hogy a nyelvtanházi adja a másikat. Ahhoz képest, hogy 58-ban lett király, 59-ben már lázadást kellett levernie, 62-ben kiegyezett a Szent Györgyiekkel és Jan Jiskrával, 63-ban pedig visszaszerezte Sopron városát és a Szent Koronát is. Igaz, súlyos árat kellett érte fizetnie, 80 ezer arany koronát, ami mai áron 4-5 milliárd forintot jelent. Ha mennyi stadion tudott volna abba építeni te? Közben Katalint is feleségül vette, aki sajnos nem sokkal később meg is hal. Szóval 20 éves korára már elég sok mindent látott és tapasztalt Mátyás király, de ahhoz, hogy igazi Mátyás király expert legyél, nézzük meg még gyorsan Mátyás király uralkodását, pénzügyi, közigazgatási és katonai diplomáciai szempontból. Pénzügyi szempont. Mátyás király stabil hatalmának az egyik alapja az a stabil és szépen gazdagodó, növekvő, hízó kincstár volt, amit különféle pénzügyi és adózási reformokkal ért el. Sokfajta adót vetett ki a szegényekre és a gazdagokra egyaránt, illetve volt, hogy külön adókat, hadiadókat is beszedett, akár egy évben többször is, amit névleg a török háborúra kellett volna fordítania, de valójában inkább nyugat felé ment, különféle területszerző háborúkat finanszírozott ebből, illetve a híres fekete sereget ugye. Emellett jelentős bevételekre tett szert például a vámokból, mint a koronavám, az állami monopóliumokból, a királyi kincstári adóból, de például állandó értékű ezüstpénzt is veretett. Közigazgatási szempont. Közigazgatási szempontból arra törekedett, hogy minden fontos és rangos pozícióba olyan embereket ültessen, akiben ő megbízik, és aki abszolút Mátyás hű. Erről ugye mindenhol látunk példákat, még manapság is, akár Magyarországon is, hogy így működik ez a dolog. Nem meglepő, hogy annó is így működött, és Mátyás így töltötte fel ezeket a pozíciókat. Sokszor köznemesi vagy közemberi rangból emelt fel embereket, mint például mondjuk Vitéz János vagy Bakucz Tamás esetében, aki egy egészen az esztergomi érseki rangig vitte. Él az a a magyar köztudatban, hogy Mátyás király az teljes mértékben a köznemesekre és a városokra támaszkodott, gyakorlatilag ellene ment a fő nemeseknek, és így biztosította be az ő hatalmát, de az akkori középkori Magyarországon ez gyakorlatilag lehetetlen volt, a főnemesek támogatása nélkül egy uralkodó nem igazán tudott meglenni. Nyugat-Magyarország megtartása is csak úgy sikerült, hogy elnyerte a kanizsaiak, a gersei petők és később a szentgyörgyi és bazini grófok támogatását is. Mátyás nagyon ügyesen játszotta ki a belpolitikai kártyáit, hogy megnyerje magának a főnemeseket, hol ajándékokkal, tisztségekkel, földekkel, rangokkal, juttatásokkal húzta magához a főnemeseket, vagy éppen fenyegetésekkel, kivégzésekkel, kínzásokkal, de végül elérte a célját, hogy összekovácsolja Magyarországot, és egy stabil pástja legyen mögötte, aki támogatja őt. Háborús szempont. Háborús szempontból Mátyást is törökverő legendának tartják az apja után, viszont a valóságon azért ennél árnyaltabb volt a kép. Mátyás délen a törökkel gyakorlatilag defenzív politikát folytatott és defenzív háborús módszert választott. Gyakorlatilag mindig csak visszatámadott, amikor a török bebe támadott különféle fontos helyekre vagy várakat foglalt el, akkor azokat ilyen visszaszerző hadjáratokat indított. De egyfajta reál politikusként ő ügyesen mérte fel azt, hogy Magyarország egyedül nem képes szembe menni a nagy és erőteljes Törökországgal, és esze ágában sem volt magára haragítani Törökországot, hogy Magyarországra zúduljon az egész török hadigépezet, úgyhogy defenzív stratégiát folytatott. Mátyás inkább nyugati expanziós politikát folytatott, 1468 és 78 között például közel 10 éven keresztül harcolt a cseh trónért, amit végül nem szerzett meg, de a felét úgymond megszerezgette. Övé lett például Morva és a lausitzi őrgrófság, valamint a sziléziai hercegség. A másik irány Ausztria felé volt, és többszöri csatározás után végül sikerült is elfoglalni a Bécset, sőt éven keresztül meg is tartotta, és osztrák hercegként volt jelen ezen a területen.
A hódításai egyébként többnyire sikeresek voltak, voltak kudarcai is természetesen, de elég sok területet szerzett, viszont a végső nagy célját, hogy német-római császár legyen, ami lebegett előtte állandóan az uralkodása folyamán, azt nem sikerült elérnie. No, most, hogy kened vágod Mátyás királyt, nézzük meg az ő megítélését, és hogy hogyan alakult ez. Az ő korában Mátyás királyt nem igazán csipázták, úgy nagyon senki, ugye főnemesek se, a nemesek se, a közemberek se, a jobbágyok se, főleg mert a jobbágyok gyakran azt se tudták, hogy kép az aktuális uralkodó, ők csak a földes urukat ismerték, hogy jó van. Ennek részben az volt az oka, hogy Mátyás keménykező uralkodó volt, rendet tartott, fegyelmet tartott, és nem rettent el olyan eszközök alkalmazásától sem, mint az ellene lázadó főurakat karóba húzatta, vagy tüzes vassal kínosztatta és ölte meg. Szóval azért megvoltak a módszerei arra, hogy bebiztosítsa a hatalmát, akár kegyetlen eszközökkel is. A kemény adózást, amiről beszéltünk, az a nemesek és a jobbágyok egyaránt nyögték, ami nyilván nem volt nekik egyszerű a saját életükben, illetve állandóak voltak a háborúzások, amikor épp nem a török zargatott minket délen, akkor ugye, ahogy mondtam, nyugaton terület szerző háborúkat folytatott Mátyás, ami nyilván gazdaságilag is felemésztette az országot, emberügyileg is terhet rótt az országra, tehát nem volt ez olyan mézes-mázos csodaszép élet ott Mátyás király uralkodása alatt. De akkor mégis miért alakult ki ez a legendás kép Mátyás királyról? Kriza Ildikon néprajzkutató szerint több oka is volt ennek. Egyrészt az, hogy Mátyás bizonyos módon megörökölte apjának, ugye Hunyadi Jánosnak a legendáját, és az ő legendás törökverő tettei az őt is felmagasztalták. Másrészt pedig az lehetett az oka, hogy Mátyásnál noha kemény időszak volt, de rend és fegyelem volt az országban, viszont ugye Mátyás király halála után a főurak egymásnak estek, egymást marcangolták, háborúztak egymásra, hogy kié legyen a hatalom, kitültessenek a trónra, tehát nagy belső viszályok voltak, egyáltalán nem volt rend, mindenhol káosz, pusztulás, fosztogatás és halál volt, illetve ezt a gyenge belpolitikát nyilván a külső szomszédaink is meglátták, elvesztettük az észak-nyugaton hódított területeket, a török is éledezett, és mindenhol veszély fenyegetett minket. Tehát Mátyás király után egy borzasztó rossz időszak következett, és ebből a rossz időszakból visszatekintve már nagyon egyfajta nosztalgikus boldogsággal tekintettek a mátyásos időkre, amik ugyan kemények voltak, de rend volt az országban. A kutatónő szerint az igazságos uralkodó áruhában járja az országot, az egy igen elterjedt kép a nemzetközi folklorisztikában, tehát nem egy egyedüli dolog itt Magyarországon, például a bibliai történetekben Jézus csinálja ezt, az arab irodalomban pedig Harun ar-Rashid az áruhás igazságosztó, de más példák is vannak, tehát ez egyfajta folklorisztikai, mesei elem, ami megjelenik ezekben a történetekben. Érdekes módon Mátyással kapcsolatos mesék nem csak Magyarországon keletkeztek, hanem környező országokban is, amit sokáig nem is volt nálunk itthon elérhető, és ezekben a mesékben például Mátyás lemegy az alvilágba, hogy megmentse a kedvesét, vagy természetfeletti lényekkel csatázik. László Ferenc kultúrtörténész hasonlóan vélekedik a kérdésről, és kiegészíti azzal, hogy Magyarországon még csak nem is Mátyás volt az első, akivel kapcsolatban ilyen mondakör alakult ki, hanem Anzsú Nagy Lajos, és Mátyás gyakorlatilag tőle örökölte meg ezt a szerepet itthon Magyarországon. Mindkét esetben az történt a kultúrtörténész szerint, hogy egy erőskező, erős hatalmat gyakorló király után következett egy válságos, kaotikus, nagyon rossz időszak, és ennek a kettőnek az elegye alkotta meg azt, hogy az emberek emlékezetében és történetírásában és meséiben az maradt meg, hogy milyen igazságos, bölcs és jó uralkodó volt, aki az előző korszakban és jó korszakban volt. Mátyásról egyébként egyetlen hivatalos forrás jelent meg, amikor civilben volt úgymond, és erre az áruhás király dologra appellálhat, az akkor volt, amikor Szabács várát próbálta visszavenni a törököktől, és közkatonának öltözve leste meg, hogy milyen felszereltsége van a törököknek, meg milyen gépei, meg mennyi katonája, és így tovább. Egyébként Mátyás már az uralkodása alatt felismerte az, hogy a népnek a véleménye, a róla kialakult kép az fontos lehet, és egyfajta aktív propagandát is folytatott, hogy ezt a képet erősítse az emberekben. Óriási téma ez egyébként, vannak viták is egyébként a különféle történészek között, hogy ki hogy tekint Mátyás királyra, ki milyen forrásra hivatkozik, ki hogy látja őt, ki hogy mennyire veszi figyelembe a nemzetközi véleményeket és leírásokat, és így tovább. Óriási a téma, ennek szeletét hoztam el nektek, egy kis kedvcsinálót, úgyhogy remélem, hogy tetszett nektek ez a kis Mátyás király epizód. Ha tetszett a videó, akkor lájkoljátok a videó alatt, iratkozzatok fel a csatornára, és persze pöttyintsétek le a véleményeteket a komment szekcióban. Ne felejtsetek el ellátogatni a Tanulom Magam Facebook
oldalára, a Tanulom Magam Tanulók Facebook csoportjába, illetve a Tanulom Magam Patreon oldalára, ha szeretnétek egy kisebb összeggel támogatni az én kis csatornámat. Illetve ott van még az Atis Instagram is, ahol velem kapcsolatos exkluzív képeket és információkat láttatok, úgyhogy ha csipázzátok az ilyesmit, akkor lájkoljátok be, és kövessétek be, és így tovább. Örülök, hogy itt voltatok, remélem, hogy találkozunk legközelebb is. Sziasztok!